tele volt a Vármegyeháza nagy terme pénzügyi szakemberekkel. Mint minden decemberben, idén is meghívta az adóhatóság és a Magyar Államkincstár a Vármegyében működő önkormányzatokban dolgozó pénzügyeseket, hogy a jövő évre vonatkozó legfontosabb változásokról tájékoztassa őket. A házigazda a Vármegyei Önkormányzat alelnöke Baracsi Endre azt mondta, a személyes kapcsolattartás még a digitalizáció korában is kulcsfontosságú. Ennek pontosan az a jelentősége, hogy itt valóban meg lehet első kézből tapasztalni és tudni azokat az információkat, amelyek szükségesek a mindennapi munkavégzéshez, és úgy gondolom, hogy itt egymás között is meg lehet beszélni nagyon sok mindent, meg lehet a jó gyakorlatokat, a tapasztalatokat beszélni, és azokat a különböző praktikákat, amelyekkel lehet segíteni azt a munkát, amely munka nagyon fontos és nagyon szükséges. Minden évben más és más területet emelnek ki az előadók. A NAV vármegyei igazatója azt mondta, most két területre koncentráltak. Nagyjából kettő terület az, amire összpontosul ilyenkor a figyelem. Az adóztatásnak a jogi, illetve a technológiai oldaláról szeretnénk segítséget nyújtani az önkormányzatoknak. Tapasztalataink szerint elég sok anomália képződik az általános forgalmi adó bevallásával, elszámolásával kapcsolatban, illetve minden évben vannak olyan technológiai fejlesztések, amelyek a különböző bevallásoknak a benyújtásához, feldolgozásához kapcsolódnak. Az adózási kérdések mellett az államkincstárhoz kapcsolódó témák is felmerültek a hétfői konferencián. Az önkormányzatok állami támogatásának elszámolásáról, a MÁK pénzügyi ellenőrzéseinek tapasztalatairól is hallhattak előadást a résztvevők.